mi kis történetünk a külföldi munkavállalás nehézségeit és lényegében buktatóit foglalja össze. Az én életemben szerencsére és az én pályámon nem fordult elő ilyen dolog, de volt már a környezetemben olyan kollega, aki külföldön munkát vállalt, és sajnos nehéz helyzetbe került mind anyagilag, mind érzelmileg. És én azt gondolom, hogy ezekre a dolgokra rettentően oda kell figyelni a mai világban. Hajlamosak vagyunk mi sokszor egy csomó mindent elhinni, hinni kicsit a mendemondáknak, hinni abban, hogy külföldön nagyon-nagyon egyszerű munkát szerezni, és minden lehetőség egy kicsit más, vagy jobb, mint itthon Magyarországon. És én azt gondolom, hogy ezekben a helyzetekben rettentően körültekintőnek kell lenni, meg kell néznünk tüzetesen, hogy kik azok, akivel szeretnénk együtt dolgozni. Tehát több körben én azt gondolom, hogy utána kell nézni a dolgoknak, hogy az ember ne kerüljön úgymond szorult helyzetbe. Nekem a történetünk kapcsán, apukaként ebben a történetben van egy nagyon fontos pont, a szülők felelőssége, és én azt érzem, hogy ilyenkor tényleg a szülőnek pluszban még a háttérből, hogyha esetleg a gyerek egy olyan helyzetben vagy olyan korú és szeretne külföldön dolgozni, akkor nagyon-nagyon oda kell figyelnünk a dolgaira, támogatnunk kell őket, és még egy dolog, ami nagyon fontos, hogy az ember esetleg ilyen helyzetbe kerül, akkor segítséget kell kérni. Mindenki számára van segítség.